Kedvező időnek köszönhetően az érdeklődők szép számban jelentek meg az oktató jellegű sétán. Mi minden nap sétálunk. Mi nagyon jó ismerősök voltunk, meghalt a férje az ősszel, egyedül van ő is, én is, gyerekeink távol, és akkor minden nap sétálunk, töltésen elmegyünk a csárdáig, vissza, szép a természet. A 14-5 mínuszokba is mi mentünk, nem találkoztunk senkivel. És akkor azért döntöttünk ma így, hogy akkor nem megyünk arra, hanem ide jövünk. A napsugaras Oronfalú ház főleg Szeged környékére volt jellemző, és onnan terjedt el a Tisza mente többi településére is, mondta Pein Attila történész muzeológus. A terjedéséhez közrejátszódott az olcsó építő épületanyagafa, amit ugye északról a Tiszán keresztül úsztattak le, elsősorban a fenyőről van szó, de másfajta faanyag is megjelenik itt, és ez nagyon sokat jelent az ittenieknek, ami mindenkor fába szegény vidék volt ez a bácskai rész. Tehát megjelenik a fa, és hát ennek nyomán a fűrésztelepek gombamódon, nyilván a Tisza parton végig, tehát Zentán is 2-3 fűrésztelep volt ott, illetve a város másik végén, és a kereskedelem, a fakereskedelem, és egyáltalán az építőipar föllendül. A trianoni békeszerződés után, mivel új országok jöttek létre, megdrágult az olcsó fa útja, így a két világháború közötti időszakban már nemigen készítettek ilyen díszes oronfalakat. A faanyag romló állaga, valamint a változó ízlés miatt az 1990-es évektől drasztikusan megfogyatkozott a számuk. Volt, ahol csak téglafalra cserélték, volt, ahol házastul lebontották őket.